Az Európai Unióban minden embernek azonos jogokkal kell rendelkeznie. Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője szombati szolnoki sajtótájékoztatóján az esélyegyenlőtlenségről és a jogállamiság leépítéséről beszélt. Szerinte az elmúlt évtizedben a Fidesz nem biztosította annak lehetőségét, hogy egy magyar embernek ugyanannyi joga legyen, mint egy átlagos európai polgárnak. Az Európai Unió egysége nem teszi megengedhetővé azt, hogy egy szolnoki embernek kevesebb joga legyen, akár a szabad médiához való hozzáféréshez, a tiszta levegőhöz való hozzáféréshez, a gyógyuláshoz való joghoz, vagy a boldoguláshoz való joghoz, mint bármelyik másik európai állampolgárnak. Jelenleg az Európai Parlamentben óriási küzdelem folyik azért, hogy biztosítani lehessen a jogállamiságot. A képviselő kiemelte, hogy hazánk az Európai Uniós költségvetés tárgyalása során nehéz helyzetbe került a hazai jogállamisággal kapcsolatos kérdések miatt. Mi azt szeretnénk elérni, hogy az Európai Unióban garantált jogállamisági feltételek Magyarországon is megvalósuljanak. És azt is el szeretnénk érni, hogy az európai pénzekhez való hozzáférésben érvényesüljön az egyenlő jogi feltételek megteremtésének szerepe is. A továbbiakban Szekeres Éva önkormányzati képviselő beszélt az országgyűlési képviselők feladatairól. Mindig hangsúlyozom, hogy nem képviselnek bennünket, hiszen megszavaznak olyan törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket, amelyek korlátozzák az önkormányzatok autonómiáját, a pénzügyi függetlenségét, és erre az utóbbi példa pont, amikor az építésügyi törvényeket módosították, tehát hogy nincs beleszólásunk, hogy Szolnokon mi épül, csak éppen esetleg hogy milyen kép legyen, tehát ami az építészettel kapcsolatos, de semmilyen más lehetőségünk vétózásra nincsen. Ezért is fontos, tette hozzá a képviselő, hogy olyan képviselőket válasszunk meg, akik munkájukkal a jogállamiság keretein belül az önkormányzatokat és a magyar embereket segítik.